Best of Kósa Lajos. Ebbe bele kell állni. Jó, bonyolult a kérdés. Mert, tehát, ott mondom, mutatom. Elképzelhető, hogy megőrülök, előveszek egy kalasnyikovot, és mindenkit lelők a teremben. Utána nálam lévő atomrakétával felrobbantom a parlamentet, majd buváruhában leőszok a Fekete-tengerre, és ott kiírtom a Duna deltának az élővilágát a nálam lévő ciános rakéta kézi vágvető indítóval. Közép-Afrikában a Tuszi-Hutu ellentét kapcsán. Azt gondolom, hogy a magánszféra attól magánszféra, mert magánszféra. Tehát biztos érti. Köszönöm szépen, hogy elkísértek, hogyha ide állnak, akkor szívesen elmondom az álláspontomat. Csalás, hazugság, semmi nem történt. Szél Bertalan, Vona Gábor és még hasonló államférfiak. Van egy Szél Bertalan nevű barátom, volt osztálytársam, oldástársam, és mindig ez ugrik be, elnézést kérek. De még lehet kérdezni, fogok sajtótájékoztatót tartani, ez nem az az alkalom. Magyar miniszterelnök hívó szavára még soha ennyien a rendszerváltás óta nem értettek vele egyet. Nem tudom, ne arra ugyan, csak én a Fidesz képviselő vagyok, és Debrecen fogalmasok, rólam lehet tudni, és önök ne elfejtettek bemutatkozni, pedig az édesanyám azt tanította nekem, biztos önnek is mesélt ilyenről, hogyha megszóltunk onnan, akkor köszönünk és bemutatkozunk. Mi az, hogy önök? A Fidesz, én, a családom, ki az önök? A Fidesz támogatja a székelyek. A magyar nyelv annyira varázslatos, ez az általános anyag használata, viszont nem derül ki belőle, hogy izé. Tehát, csak ez ilyen ez a műsor. Menjen oda egy hölgyhöz, azt mondja az utcán, figyelj, dugunk egyet. Persze, hogy pofon üt. És milyen igaza van? Hát igen. Mert az egész udvarlás, a vége úgyis az, de az egész, azért az egészben az eleje is fontos. Megvalósult az, amit mi sosem mertünk elhinni, mert ellentmondott a józanésznek és a politikai várakozásainknak, hogy a szélső liberálisok át fognak szavazni a nyilasokra, és a nyilasok a szélső liberálisokra. Trump vagy Biden? Trump. Miért? Egyszerű kérdés, válaszoltam, ne vicceljen. Mert szerintem a Trump győz, de lehet, hogy nem. Viszontlátásra. Kedves nézőim, vendégünk volt Kósa Lajos. De szerintem, aki... Péter, ez a műsor, én ez így nem járulok hozzá, most elmegyek, és ne adjátok le, azt szeretném kérni. Azt hiszem, ez még talán jogom is van, mert... Ez élőben megy. Ez. Persze. De hát ez egy butaság ez a műsor. Hát olyanokat mondasz nekem, ami... I'm talking pain, but you gotta feel this shit hard.